A fák ültetésének ideális időpontja az ősz közepe, illetve a tavasznak a közepe. Nagyon fontos, hogy gondosan előkészítsük a ültetésnek a területét. Egy 50x50-es gödröt célszerű ásni, tehát fának a méretétől függően. Ennek nagyon lényeges, hogy az alján rakjunk olyan földet, ami porhanyós, célszerű tápanyagdús fekete földet is a ültetőgödörbe rakni, ezt el kell egy kicsit egyengetni. A ültetésnek az ültetőgödör alja az egyenesen áll, egyenes legyen mindenképpen. Nagyon fontos. Ezután, amikor ezzel kész vagyunk, belehelyezzük a fát. A konténeres, illetve az edényes fáknak ültetése a fagymentes időszakok kivételével mindig lehetséges, viszont nagyon fontos, hogy a megfelelő vízutánpótlásról gondoskodjunk. A ültetés következő művelete, hogy belehelyezzük a növényt a ültetőgödörbe, majd visszalapátoljuk a földet. Közben azt is figyelni kell, hogy a fa helyesen álljon, főleg gyümölcsfáknál fontos, hogy a későbbi meccésnél ki tudjuk alakítani a törzset, és az egyenesen álljon. Az látszik, hogy amikor visszalapátoljuk a földet, az különböző réseket tartalmaz, levegővel van tele, ezt majd az iszapolással, illetve taposással kell megszüntetnünk. Nagyon fontos, hogy ez a művelet ne maradjon el. Arra is ügyelni kell, hogy a gyökérnyak az föld alá kerüljön, tehát kerüljük a magas ültetést, mivel ez a fa fejlődését, illetve életben maradását kockáztatja. Megfelelő gödörnél már gyakorlatilag a tányírozást is elvégezzük, ugyanis egy mélyebbre kerül egy kicsivel a fa. Ez azért fontos, hogy a csapadék, illetve a öntözővíz jobban megmaradjon, ne szivárogjon el a fa környékéről. Ezután nagyon fontos, hogy iszapoljuk be. Itt lényeg az, hogy minél több vízzel ezt gyakorlatilag árasszuk el a fának a környékét, és ez kiszorítja a ültetőgödörből a levegőt, és így a gyökerek közvetlenül érintkeznek a földdel. Fontos az is, hogy ha valami, tehát tápanyagot, trágyát használunk, akkor azt az ültetőgödör aljára tegyük, és arra, amik kerüljön földrétek, hogy közvetlenül a gyökerek ne találkozzanak ezzel az anyaggal. Mindenképpen az ültetést célszerű mulcsozással befejezni. Ez a mulcs, ez általában vagy kéregből készül, vagy valamiféle növényi darálékból. Ez a közvetlen napfényt nem engedi a talaj közelébe, ezért kevésbé szárad ki. A csapadékot, a vizet viszont átengedi, és emiatt aztán a jobban megtartja a nedvességet a talaj. Ha ezzel megvagyunk, akkor érdemes a törzset a saját elképzelésünk szerint feltisztítani, tehát hogyha törzset akarunk kialakítani, és ha ezzel megvagyunk, akkor
egy karóval rögzíthetjük a megfelelő mértékben a fát. Ugye itt a cél az, hogy a lehetőség szerint függőlegesbe hozzuk a törzset, illetve a szélvédelem ellen is jó ez, hogyha nagyon-nagyon szeles helyre ültetünk, akkor egy karó nem is elég, hanem három karót célszerű kalodaszerűen összeütni, és ehhez kell 8-as kötésbe mindenképpen valami rugalmas kötözőanyagot használva rögzíteni a fát. Ezt a kötözőanyagot a későbbiekben ellenőrizni kell, hogyha túlszoros, akkor újra kell kötni, egy idő után pedig lebontható. Ha mindent jól végeztünk, akkor nagy eséllyel a fánk életben marad. Jó.